Ezek a sofőrök már 3 napja vesztegelnek az autópályán. A Szabadka és Újvidék közötti autóút szőregi szakasza teljesen járhatatlan. A hótorlaszokat helyenként pár méter magasra építette az erős szél. Van, ahol a tűzoltó autó sem tud áthaladni, ezért ezekhez az emberekhez sem volt könnyű eljutni. Ez a férfi is péntek óta vesztegel, nem hagyhatta el a kocsiját, mert teljes zárlat van. Csehországból indult, már elfogyott a vize és 1 hetes kenyeret evett. Ez a sofőr 50 órája várakozik. Ma kapta az első lényegesebb élelmiszercsomagot. Még nem tudja, hogy mikor indulhat tovább. Mihelyt tudomást szereztek a bajba jutottakról, a verbásziak már is csomagolták a szendvicset és a vizet. Tudtuk, hogy az autópályán kaotikus a helyzet, de ezekről az emberekről csak 2 órája szereztünk tudomást, és rögtön a megsegítésükre indultunk. Szendvicset és vizet készítettünk, és jöttünk. A sofőrök, hogy már korábban jelezték helyzetüket a segítségnyújtó központokban, de mi eddig nem tudtuk róluk. 2,5 napja várakoznak ezek a sofőrök. Tegnap a 2 elakadt vonatból mentettük az embereket. Alexander Vucic is azt üzente, hogy a község maximális erőbedobással mentse a területén bajba jutott embereket. Még nem tudni, hogy mikor áll helyre a forgalom, de a verbászi község illetékesei megígérték, hogy amennyiben szükség lesz rá, továbbra is segíteni fognak.